van kaja, amiről mindenki azt, hogy meg tudja csinálni, akkor az a töpörtyű. Pedig a töpörtyűnek is vannak titkai, hogy hogyan kell elkészíteni. Ezt fogjuk most megmutatni majd Dudival. Látszólag egyszerű dologról fogunk beszélni, a töpörtyűről. Az ember azt gondolná, hogy belevágok egy csomó szalonnát egy nagy fazékba és melegítem, abból lesz a töpörtyű. Valójában azonban nem ez a helyzet. Dudi, ismertes létszeres, hogy milyen szalonna ez? Hát ez tarja szalonna. A sertésnek a tarja részén, ami rajta helyezkedik szalonna, az lett összekockázva. Hát aránylag egyforma kockák. Mutassunk egy darabot, hogy lássuk, hogy ekkorák ezek, de igen. Már egy 20 perce főít, vagy tötyögít. Hát annál tovább, már egy órája már. Már egy órája. Ez valójában még ennél sokkal nagyobb volt. Van rajta ilyen finom húsos darab. Hál' Istennek, mert az ember azt azért jobban szereti, mint a zsírt. Aha, tehát akkor, hogyha gazdagok vagyunk, akkor húsosabbra vágjuk a szalonnát. Igen. Igen. Na, mi egyebet kell még? Össze lett vágva, fogtuk a lábast, öntöttünk az aljára vizet, egy olyan liter körül. De és akkor utána... Ez 4 kiló körül. És ahhoz volt egy liter víz? Ahhoz. És alá gyújtottunk, és akkor elkezdett dagadni, addig aztán sűrűn kellett keverni, nehogy odaégjen. És akkor hál' Istennek most már ilyennek az állaga, öntöttünk rá egy kis tejet. Na, jó, azt akartam kérdezni, miért van itt az a tej? Hát, hogy szebb színt adjon a töpörtyűnek. És a régi öregek szerint a zavasodást, ahogy tanultuk, a zavasodást meggátolja. Az én nagymamám az a tejet mindig úgy csinált, hogy a végén leöntötte a zsírt, és aztán, amikor már ott volt a majdnem kész tepertő, arra öntötte rá a tejet. Az én anyám is úgy csinálta. De rosszul csinálták? Nem. Az nem. Is jó? Jó. Jó, végül is a szebb a színe a töpörtyűnek, hogyha rajta van a tej, mert máskülönben olyan fakó szinten. Aha. Tehát az kizárólag színezés vége. Igen, igen. Használták, de az igazi funkció az avasodásnak a megakadályozása. Igen, igen. Aha, só van ebben? Nincsen benne semmi. Semmi. Hát lassan elkészül, majd akkor leszedjük a töpörtyűt róla. Most van, aki ki szokta préselni, én annyira nem szoktam, ki szoktam egy kicsit nyomni, de nem olyan túlságosan, hogy chips alakúra, tehát marad benne, és akkor abból szoktuk otthon csinálni disznóvágások alkalmával, hogy akkor adódik ez a sütés, töpörtyűkrémet, hát meg úgy magába is kenyérrel, vöröshagymással, arasztossal.